Sziasztok, én Bérci Robert vagyok. Sziasztok, Mikulec Simeon. Szeretettel köszöntünk Halas Főző kurzusunk következő adásában titeket, ahol egy kis meglepetéssel készülünk, vagy hát minket is meglepett Timi, mert ezt most be is mutatom ide a kamerába. Ilyen gyönyörű kis apró halakat kaptunk, amivel azért föladta a leckét Timi, hogy mit kellene csinálni, úgyhogy ezt majd át is passzolom neki, hogy ő csinálja meg ezt az ételt, és én pedig egy mártást fogok mellé készíteni, mert hogy ebből mi? Ebből paprikás vízben sült apró hal lesz, ami partikaja is lehet akár, vagy csak napközben gyerek kezébe lehet adni, vagy rágja el, mert ugye a szálták át fognak teljesen. Így van, tehát chips helyett, vagy bármilyen bolti baromság helyett egy nagyon jó, nagyon finom, nagyon egészséges sör mellé, bor mellé, egy baráti társaságnak mindenkinek szívből ajánlom. Csak egy kérdést, hogy ugye ezt ti fogtátok tegnap reggel ezeket a halakat, hogyha valaki nem horgász, akkor azért ilyen halboltokba talán hozzá tud jutni ehhez a... Ezt nem tudom, erre teljesen őszintén válaszolok, mert a halboltokban általában ezeket a nagyobb egyedeket szokták árulni. Nagyon ritka az, amikor kisebb, tehát a halboltban őket nevezik kisebbnek. Uh-huh. Tehát akkor mondjuk el, hogy mik vannak itt. Keszeg, kárász, illetve törpeharcsa. Na és hogy melyik? Azt is mutasd meg. Ő a törpeharcsa. Hát ugye ő az, amit ugye nagyon nem szeretnek a horgászok, mert millió megyféle probléma van vele, nagyon kártékony, ráadásul nagyon tud bökni. Itt van egy ilyen kis kiálló csont része, nem tudom mennyire látszik. Én ezt most direkt hagytam rajta, hogy ti lássátok, hogy milyen, de ezt általában leszoktuk törni, vagy harapófogóval levágni, mert hogy elég kemény. Jó, mi sok rosszat mondunk már a törpeharcsáról, viszont finom, tehát azt azért igen, tegyük hozzá. Igen, tehát hogy... a nagyon sok rossz tulajdonsága mellett az egyik legfinomabb paprikás vízbe pörköltnek, vagy csak egy halászlóba, egy pár darab. És akkor ő volt a kárász? Nem, ő a keszeg. Igen. A keszeg, ő egy nagyobb példány, ő nagyon finom, kicsit szálkás, de megéri vele bíbelődni, de ha jól beírdaljuk, őnek is eltűnik. És ezt majd meg is fogod mutatni. És akkor ő pedig ugye egy kárász, ami egy húsosabb fajta hal, ők már ilyen kicsinek is elég sok hús van rajta, de ezt is simán meg tudjuk sütni paprikás tízbe. Tulajdonképpen ezek közül a halak közül bármelyiket egy jó honthalászlépbe beledobhatjuk, ha úgy van kedvünk. Tehát az alapnak egy nagyon alapnak finom tud lenni. Van, jó. Akkor lássuk is a halak előkészítését Timitől. Jó. Be fogom írdalni ezt a kis keszeget, nagyon vékonyan, tehát jó sűrűn. Ugye lehet is hallani, amikor az Y-szálkákat elvágott, hogy recsen egyet, tehát mindenki, amíg egyet nem recsen, addig kell ugye bevágni. Most a másik oldalát is ugyanígy. Kis köszeg készen van, most jöjjön egy törpeharcsa. És akkor itt van a kárász. Ezt is ugyanígy, ugyanebben a módszerrel, mint az előző két halat. Ezeket a halakat, amiket beírdaltunk, most jó alaposan besózzuk kívülről és belülről is. Majd félretesszük őket egy fél órára, vagy akár egy óra hosszára. A sima liszthez fogunk keverni kukoricalisztet, körülbelül két evőkanálnyit, egy olyan hat evőkanál liszthez. Rakunk hozzá két-három kanál halfűszerkeveréket. És rakunk hozzá édes törött paprikát, illetve ha valaki szeretné csípősre, akkor felesbe rakhatja a paprikát csípős paprikával. Miután jól összekevertük, szórjuk meg jó alaposan borssal, majd a borssal is keverjük össze. Ezután pedig forgassuk bele a halakat. A hal belsejébe is tegyünk a fűszeres lisztből, majd a felesleges lisztet rázzuk le róla. Jó, a paprikás vízben forgatott halakat most elvisszük, és bő forró olajban ki fogjuk sütni. Na, amíg a halak sülnek, én elkészítek hozzá egy nagyon finom majonéz alapú mártást. Ez egy nagyon jó remulád lesz, úgyhogy lássuk is, hogy hogyan készül. Mint minden majonéz alapú mártáshoz, itt is a tojássárgával fogunk kezdeni. Tojássárgához adunk
egy pár evőkanál dijoni mustárt. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy dijoni csíp, akkor nyugodtan teljesen klasszikus hazai mustárokkal is el lehet készíteni. Itt adok hozzá egy pár csepp citromlevet már, hogy az olajat majd könnyebben felvegye, és itt szoktam egy picit megsózni, hogy a mustárba meg a tojássárgába könnyebben oldódik föl a só, mint hogyha már az olajat elkezdeném belerakni. Jó? Én olívaolaj és napraforgóolaj keverékével fogom most csinálni. Először az olívaolajat szépen vékony sugárban hozzáadom. Körülbelül olyan 1/3-2/3 arányban szoktam, tehát 1/3 az olívaolaj és 2/3 rész a napraforgóolaj. És amint van már egy ilyen kemény majonéz alapunk, jöhetnek hozzá szépen sorba az ízesítők is. Elsőként a frissen őrölt fekete bors, majd a kapribogyó, amit előtte már egy picit összevágtam. Finomra vágott szardella, finomra vágott csemegeuborka, finomra vágott lilahagyma, és a végén az én nagy kedvencem, ami egy picit meg fogja az egészet bolondítani, finomra vágott friss tárkony. És most ezt az egészet jó alaposan összekeverjük. És mivel hal mellé tálaljuk, a citromnak a másik felét is hozzáadom. Nyugodtan ilyenkor valamilyen ecetet lehet beletenni, almaecet, vagy esetleg tárkonyecet, ki mennyire szereti savanykásra. Na, a mártásunk az el is készült, és mire a halak megsülnek, addig egy pár percre hűtőbe teszem, hogy az ízek jól összeérjenek benne. Jó, hát elkészült a mártásunk, és ugye itt vannak ezek a gyönyörű megsült apró halak, úgyhogy nincs is más hátra, mint a tálalás. Ami pedig úgy fog kinézni, hogy én itt a markomba őrizgetek egy darabka sütőpapírt, amit így összegyűrtem, és ilyen dizájnosan kiterítünk ide a tálcára. Nyilván nem kötelező, csak szerintem egy ilyen nagyon mutatós tud lenni, mivel ugye beszéltük, hogy ez egy ilyen partikaja, partifalatok, tehát azért kicsit ilyen street foodosabb vonalba gondolkodtunk, és akkor jöhetnek a halak szépen így össze-vissza a tányérra, vagy nem a tányérra, erre a tálcára, vagy papírra. Jó, és akkor ezt díszíthetjük egy kis citrommal, és ugye a mártással fogjuk tálalni. Tehát ez volt a mi ropogós apróhal verziónk remulád mártással, amit köszönök szépen Timinek, hogy elkozta nekünk ezeket a halakat. Ti is el tudtok menni, és ilyen halboltokba azért kárászt, keszeget, esetleg törpeharcsát is tudtok vásárolni, vagy még amíg nyár van, addig el tudtok menni horgászni. Hogyha tetszett az étel, készítsétek el ti is, töltsétek fel a Cookpadre, akár a saját verziótokat. Várunk szeretettel titeket a következő videóban is. Sziasztok! Sziasztok!